Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szeptember 21-én a Nemzeti Energetikáért díjat vehette át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díjat a hazai nukleáris energiatermelés fejlesztésében betöltött több évtizedes kiemelkedő teljesítményéért ítélte oda az Energetika Politika 2000 társulata. A szakmaiság mentén próbáljuk a saját utunkat kijelölni, járni, és néha szüksége van arra az embernek, hogy valakik azt mondják, hogy igen, annak ellenük sok támadás érhet bennünket, mert nem mindenki atomerőmű párti, nem mindenki. Mi ugye azt mondjuk egyértelmű mindig, hogy mi zöld energiát állítunk elő, környezetet abszolút nem terheljük. A Lévai András energetikai mérnökről elnevezett díjak átadása után előadások hangzottak el. Az előadók között volt Kovács Pál, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, aki az energiaellátás lehetőségeiről tartott prezentációt, és elmondta, hogy bár támogatják a megújuló energiát, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az csak kiegészítésnek jó, hiszen időjárástól függően az ország energiafogyasztásának kevesebb, mint 1%-át lehet vele előállítani. Azonban a nukleáris energia már bizonyított. Az atomenergia ugye Magyarországon már 40 év óta folyamatosan termel, folyamatosan szolgáltatja nagy mennyiségben megbízhatóan a villamos áramot. Ez eljut szinte minden fogyasztóhoz, hiszen a hazai termelésnek az 50%-át ma már a Paksi Atomerőmű működő 4 blokkja adja. A hazai villamos energiatermelés jelentős részét zöldítette ki a Paks 1-jel megjelenő atomenergia, mivel nincs széndioxid kibocsátása. Paks 2 elindítása után a 6 blokk együttes üzeme több mint 30 milliárd tonna széndioxid kibocsátást fog megelőzni.